Egy fölösleges szó. Nem, válaszolta Joachim. Hisz nem is szabad messzire mennem. Ilyenkor mindig leszoktam menni a falun át a telepre, ha van hozzá időm. Üzleteket, embereket látok, megveszem, amire szükségem van. Ebéd alatt fekszünk még egy órácskát, ebéd után megint fekszünk, egészen 4 óráig. Légy nyugodt. Lementek a napsütésben a szanatóriumhoz vezető kocsiúton, átkeltek a patakon, meg a keskeny vágányokon, szemük előtt a völgyet jobb felől elzáró hegyóriások, a kis síhorn, a zöld tornyok, a Dorfberg. Joachim sorra megnevezte őket, és odaállt a hegyoldalban látszott Davosdorf fallal körülkerített temetője. Joachim azt is megmutatta a botjával. Csak hamar leértek a főútra, mely a völgyfenék fölött egy emeletnyi magasságban vitt végig a teraszosan elgyengedett hegyoldalon. Dorfról, faluról egyébként nem igen lehetett szó. Legfeljebb a neve maradt meg. Felfalta a gyógytelep. A völgy szája felé terjeszkedve, és végül is az egész település, Davos Dorf nevezetű része, észrevétlenül ment át a Davos Plac névvel megjelölt részbe. Az utat mindkét oldalán szállodák, panziók szegélyezték, valamennyi bőségesen fölszerelve, födött verandákkal, erkélyekkel, fekvőcsarnokokkal, kisebb magánvillákban is mindenütt kiadó szobákat hirdettek. Itt-ott új építkezés tűnt fel, néhol pedig még nem épült be az út széle, és szabad kilátás nyílt a völgy zöldellő térségeire. Hans Castorp a megszokott, szeretett életörömre áhítozva ismét szivarra gyújtott, és talán az előzőleg fogyasztott sörnek köszönhetően kimondhatatlan elégtétellel vette tudomásul, hogy itt-ott valóban észlel valamelyest a szivar óhajtott illatából, persze csak ritkán, gyengén, bizonyos ideges erőfeszítés kellett hozzá, hogy az élvezetnek csak sejtelmét is felidézze, és a fertelmes bőríz sokkal erősebbnek bizonyult. Sehogy sem akart belenyugodni tehetetlenségébe. Egy ideig még küszködött az élvezetért, amely megtagadta magát tőle, vagy csak csúfondárosan, sejtelmesen integetett a távolból, és végül kifáradva, utálkozva elhajította a szivart. Pódolata ellenére udvarias kötelességének érezte, hogy társalkodjék, és ebből a célból megpróbálta felidézni a mély gondolatokat, amelyek az imént az idővel kapcsolatosan a fejében rajzottak. Kiderült azonban, hogy az egész komplexust nyomtalanul elfelejtette, és agya immár a legcsekélyebb mondani valót sem tárolja az időre vonatkozóan. Ehelyett testi jelenségekről kezdett beszélni, mégpedig eléggé furcsán. Mikor méred újra a hőmérsékletedet? Kérdezte. Ebéd után? Nagyon helyes. Olyankor a szervezet teljes erővel működik, akkor minden megmutatkozik. Mondd, ugye, az csak tréfa volt, hogy Bérenc tőlem is azt kívánta, hogy hőmérőzzem. Szettembrini is torka szakadtából nevetett rajta, hisz ennek igazán semmi értelme sem volna. Meg aztán nincs is hőmérő. Ez a legkevesebb, felelte Joachim. Vehetsz magadnak. Itt mindenütt kapható hőmérő, majdnem minden üzletben. De hát, mi a csodának? Nem. A fekvőkúra az tetszik nekem. Szívesen csinálom. De hőmérőzni, hát mégiscsak túlzás lenne egy hospitáns részéről. Azt átengedem nektek, törzs vendégeknek. Csak tudnám legalább,
folytatta, és mindkét kezét szívéhez emelte, mint egy hős szerelmes, csak tudnám, miért van állandóan szívdobogása. Olyan furcsán nyugtalanító. Egész idő alatt ezen töröm a fejem. Tudod, az embernek szívdobogása van, ha valaminek nagyon örül, vagy ha izgatott. Egy szóval erősebb indulatoknál, ugye? De az egyenesen félelmetes érzés, ha az embernek csak úgy magától dobog a szíve, alaptalanul, értelmetlenül, mondhatnám saját szakállára. Értsd meg, ez olyan, mint a test a maga útját járná, és nem lenne már kapcsolata a lélekkel, bizonyos tekintetben, mint egy halott test. De hiszen az sem igazán halott, olyan nincs, sőt nagyon is élénk életet él, mármint a saját szakállára. A nő, igen, aztán meg a haja, meg a körme, meg aztán, amit megtudtam, fizikai és vegyi szempontból is rendkívül élénk üzem folyik benne. Bizony, micsoda kifejezések ezek, szólt rá Joachim megfontoltan feddőn, hogy élénk üzem. Egy kicsit talán bosszút is akart állni ezzel a rendre utasításért, amelyet délelőtt a janicsár csörgő miatt kapott. De hiszen ez az igazság, élénk üzen folyik a hullában. Mi van ezen megütközni való? Kérdezte Hans Castor. Egyébként csak mellesleg említettem. Tulajdonképpen azt akartam mondani, kínzó és félelmetes érzés, ha a test a lélekkel való kapcsolatát megszakítva a maga szakállára él, és fontoskodik, mint például itt ezzel az indokolatlan szívdobogással. Az ember kutatja az értelmét, keresni a lelki rezdülést, ami hozzátartozik, az örömet vagy a félelmet, ami, hogy úgy mondjam, igazolná, én legalábbis úgy vagyok vele, csak magamról szólhatok. Bizony. Bizony. Sóhajtott fel Joachim. Tudod, olyasféle ez, mint amikor az embernek láza van. Akkor is élénk üzem van a testében, hogy a te kifejezéseddel éljek, és bizony könnyen megesik, hogy az ember akarva, nem akarva lelki rezdüléseket keres hozzá, amint mondod, hogy az üzem legalább félig, meddig józan értelmet nyerjen. De miért beszélünk ilyen kellemetlen dolgokról? Szakította félbe maga magát remegő hangon, majd elhallgatott. Hans Castor pedig csak vállat vont erre, méghozzá pontosan azzal a mozdulattal, amelyet előző este Joachimnál megfigyelt. Egy ideig szótlanul ballagtak egymás mellett, aztán Joachim megkérdezte. No és hogy tetszenek az emberek idefem, mármint az asztaltársaink? Hans Castor közönösen mustrálgató képet vágott. Istenem, Istenem, mondotta, nem nagyon érdekesek. A többi asztalnál azt hiszem, érdekesebb emberek ülnek, de meg lehet, hogy képzelődöm. Frau Störnek nem ártana, ha megmosatná a haját. Olyan zsíros. És hát az a mazurka, vagy mi a fenének hívják, kicsit bogyutának látszik. Örökké a zsebkendőjét gyömöszöli a szájába, annyit viháncol. Joachim hangosan hahotázott a név eltorzításán. Ha, mazurka, még hogy mazurka, hát ez remek, kiáltott fel. Máriának hívják, szíves engedelmeddel. Ez Máriának a beceneve. Mit agadás, valóban egy kicsit pajkos. Pedig minden oka megvolna rá, hogy komolyabban viselkedjék, mert
Elég súlyos az esete. Ki hinné? Ki hinné? Csodálkozott Hans Castorp. Pedig olyan jó húsban van. Hát éppen mellbetegnek aztán nem tartaná senki. És megpróbált unokaöcsével pajzán pillantást váltani, de meglepetten észlelte, hogy Joachim napbarnított arca foltos. Olyan foltos színezetű, amilyenné a napbarnított arca válik, ha minden vér kimegy belőle, és szája furcsán, szánalmasan eltorzul. Az kifejezése bizonytalan riadalommal töltötte el Hans Castorpot, és arra késztette, hogy nyomban másra terelje a beszédet. Más személyek felől érdeklődött, igyekezett minél gyorsabban elfelejteni Marusját, meg Joachim arckifejezését. És ez teljes mértékben sikerült. A csipkebogyó teát fogyasztó angol hölgyet Miss Robinsonnak hívták. A házi varrónő nem is varrónő, hanem tanárnő egy königsbergi állami felső leányiskolában. Ezért beszél olyan választékosan. Fräulein Engelhardt a neve. Ami a virgonc öreg hölgyet illeti. Joachim maga sem tudta, hogy hívják, pedig már milyen rég fenn van. Annyi azonban bizonyos, hogy a joghúrtevő fiatal leány nagynénje, és vele együtt a szanatórium állandó lakója. Asztaltársai közül a legbetegebb azonban Blumenkohl doktor, Leo Blumenkohl, Odesszában, a gondterhelt, zárkózott arcú, bajuszos fiatalember. Hosszú évek óta van idefenn. Most már városi járdán lépkedtek egy nemzetközi idegenforgalmi központ főutcáján. Efelől nem lehetett kétség. Sétáló üdülő vendégek jöttek szembe, leginkább fiatalok. Sportruhás gavallérok hajadonfőt. A hölgyek ugyancsak hajadonfőt, fehér szoknyában. Orosz meg angol szó hangzott fel imit-amott, jobbra-balra szebbnél szebb kirakatok sorakoztak. Hans Castorp, akiben a kíváncsiság küzdött az égő fáradtsággal, látásra kényszerítette magát, és sokáig időzött egy férfi divat üzlet előtt, amíg megállapította, hogy a kirakat világvárosi magaslaton áll. Azután rotundához értek, ahol fedett pavilonban zenekar hangversenyezett. Ott volt a gyógyszálló, néhány teniszpályán folyt a játék, hosszú lábú, borotvált arcú fiatal emberek, érevasalt flanelnadrágban, gumitalpas cipőben, könyökig mesztelen karral játszottak napbarnított fehér ruhás fiatal lányok ellen, akik nekifutva meredeken felágaskodtak a napsütésben, hogy magasról üssék át a kréta fehér labdát. A gondozott sportpályák felett, mintha lisztpor lebegett volna. Hans Castorp és Joachim leültek egy üres padra, hogy a játékot nézzék, kritizálják. Te nem játszol idefen? Kérdezte Hans Castorp. Nem szabad, válaszolta Joachim. Feküdni kell, örökké csak feküdni. Szettembréni mindig azt mondja, horizontális életet élünk, vízszintes lények vagyunk, azt mondja, ez is az ócska élcei közé tartozik. Nem, azok egészségesek, akik itt játszanak, vagy talán a tilalom ellenére teszik. De hisz úgysem játszanak komolyan, inkább csak a kosztümért, ami pedig a tilalmat illeti. Van itt egyéb tiltott játék is, amit űznek, például póker, tudod? Meg némelyik szállodában a petit cheval. Állítólag az a legártalmasabb. Mi nálunk kitiltás jár érte. De vannak, akik esti ellenőrzés után még leszaladnak és játszanak.
Állítólag a herceg is megtette, akitől Bérensz a tanácsosi címet kapta. Hans Castorp mindebből alig hallott valamit. Szája nyitva állt, mert az orrán át nemigen tudott lélegezni, pedig nem is volt náthás. Szíve a muzsikától eltérő ütemben dobogott, és ez valahogy tompán gyötörte. A rendetlenség, az ellentmondások-e hálójában már-már elaludt, amikor Joachim noszogatni kezdte, hogy induljanak hazafelé. Hazáig már nemigen szóltak egymáshoz. Hans Castorp még meg is botlott néhányszor a síma úton, s fejcsóválva, mélabusan megmosolyogta önmagát. A sánta felvitte őket liften az emeletre, a 34-es szoba előtt váltak el, Kurta viszont látásrát vetve oda egymásnak. Hans Castorp a szobáján át egyenesen az erkélyre botorkált, ott, ahogy volt, belezuhant fekvőszékébe, és anélkül, hogy még egy mozdulattal is javított volna, eredetileg elfoglalt helyzetén nehéz félálomba zuhant, de még azon át is kínosan érezte szíve gyors dobbanását.